A Kavosz ZRT országos rendezvénysorozata április 24-én Gödöllön is megtartotta előadását a Széchenyi kártyaprogramról és az adózást érintő törvények 2014-es változásairól. Széles Ernő először köszöntötte a rendezvény résztvevőit, előadóit, majd ismertette a témákat. A rendezvényünk témái a Széchenyi kártyaprogram, a hathiteltermék, minden eddiginél alacsonyabb kamattal, erről ma itt részletesen szó lesz. A másik témánk az adózást érintő törvények 2014-es változásai, ami a vállalkozók számára különösen fontosak. Köszöntöm mai rendezvényünk házigazdáit és előadóit, Visán Lászlót, a Kavosz ZRT vezérigazgatóját, Marjai Gyulát, a Vosz Közép-Magyarországi Regionális Szervezetének elnökét, Jóai Jánost, a Pest megyei és Érd megyei jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara kereskedelmi alelnökét. Mindjárt nevében köszöntöm meghívott vendégeinket, dr. Urbanics Gábor, a Pest megyei kormányhivatal Gödöllői járási hivatalának vezetőjét, dr. Fábián Zsoltot, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének főtitkárát, Gödöllő városi dolgozott alpolgármesterét, dr. Lambertus Józsefet, a NAV Közép-Magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság tájékoztatási főosztály vezetőjét. Köszöntöm továbbá a Széchenyi Kártya programban résztvevő hitelintézetek megjelenő munkatársait, megyei jelenlévő vállalkozóit, és engedjék meg, hogy külön ki is emeljem azt a személyt, akivel a vállalkozók, amikor ezen kártyát igénylik, vagy igényelni fogják, találkozni fognak, vagy már találkoztak, dr. Varga Józsefné Ágnes, a Vosz megyei irodavezetőjét, Széchenyi Kártya ügyintézőjét. Ő az, aki nagyon sokat tud segíteni kártya ügyintézésében az igénylés során és a későbbiekben is. Külön köszöntöm a sajtó képviselőit, örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat, és már láttam, hogy a munka megkezdődött. Dr. Fábián Zsolt, Gödöllőn nyugalmazott alpolgármestere elmondta, hogy a település életében fontos szerepe van a vállalkozók jelenlétének. Mindenképpen egy önkormányzat számára fontos az, hogy mekkora helyi forrásokkal, mennyi helyi erővel rendelkezik, és ezt a helyi forrásokat pedig a vállalkozók hozzák létre, de nem csak a helyi forrásokat, hanem munkahelyet is biztosítanak, ezért rendkívül fontos az, hogy egy településen mennyien vannak, hogyan és miként működnek a vállalkozók. Önkormányzatnak érdeke az, hogy ezek jól működjenek, az éppen előbb felsorolt okok miatt. Az adóbevételt, és akkor itt Gödöllő példáját hozhatom, az iparűzési adóbevétel nagy részét a nagy cégek hozzák, amik nem képezik jelen konzultációnak a tárgyát, de a munkahelyek többségét, azt viszont a kis- és középvállalkozások biztosítják, tehát mind a két csoport, vagy mind a két szektor nagyon fontos az önkormányzat számára, hiszen az egyik része hozza a munkahelyeket, nagyobb részt a kisvállalkozók, kis- középvállalkozások hozzák a munkahelyeket, a bevételt viszont, bevétel nagyobb részét a nagyobb cégek hozzák. Erre hadd mondjak egy példát, Gödöllőn 2,2 milliárd forint körül van a iparűzési adó bevétele. Ennek most nagyon durva számokat mondok, körülbelül 70-80%-át a nagy vállalkozások hozzák, a fennmaradót hozzák a kicsik. Ugyanakkor a munkáltató, a munkahelyek szempontjából meg szinte fordított az arány, ott 60-70%-ban a munkahelyeket a kisvállalkozások, kisközépvállalkozások biztosítják, ha nem tekintjük egyébként az intézményeket, tehát a költségvetési szerveket, hogyha levonjuk, mert hiszen itt van egy egyetem, amelyiknek sok munkavállalója van. Egy önkormányzatnak, az önkormányzatnak a
feladata és a lehetőségei a gazdaságfejlesztés, a vállalkozók támogatása szempontjából nincs túlságosan sok lehetősége. Ez a munkahelyteremtés alapvetően állami feladat, de ezt az önkormányzatok elő tudják segíteni. Elsődlegesen vállalkozó barát környezettel, a feltételek biztosításával meg tudja keseríteni az életét egy vállalkozóknak, hogyha ügyetlenül vagy rosszul intézik az adminisztrációt, tehát az adminisztrációs ügyek megkönnyítése. A városmarketing, nem mindegy, hogy egy településnek milyen a hírneve, nagyon fontos, és ez elsősorban a helyi önkormányzatnak a feladata. Tájékoztatás. Folyamatosan tájékoztatni illik és kell a vállalkozókat, hogy mégis mire használjuk fel, mire használja fel az önkormányzat a pénzt. Ugyanígy az infrastruktúra fejlesztés, legyen telephely, legyen lehetősége letelepülni. Ezek nagyon fontos szempontok. Gödöllőn ennek évtizedes hagyománya van, régóta, évek óta tartjunk rendszeres konzultációt, évente konzultációt arról, hogy mire, hogyan, miként használjuk fel a vállalkozóktól származó adóbevételeket. Úgy gondoljuk, hogy ez a közvetlen kapcsolatteremtéshez jó. Továbbá kitért arra is, hogy Gödöllőn 1468 vállalkozó működik, akik 2 milliárd forint bevételt biztosítanak a városnak. Nem mindegy, hogy a vállalkozók hogy érzik és miként érzik magukat a városban. Ehhez hozzáteszi az önkormányzat a magáét, de, és egy nagyon fontos, a hitel nélkül és a pénzügyi konstrukciók nélkül nagyon nehezen tudnak megélni. Ezért különösen örülünk, és amikor itt nézegettem, hogy milyen kamatokra lehet hitelt kapni, ez a mai világban eléggé szokatlan. Jól lehet, maga a Széchenyi kártya már az elmúlt 12 esztendőben bebizonyította létjogosultságát. Én úgy gondolom, hogy nagyon népszerű. Ugyanakkor az alacsony kamat nem sarkalja a könnyelmiségre a vállalkozókat, hiszen azért itt egy a hitelbírálatnál azért ezeket nyilvánvaló, hogy figyelembe veszik. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy nem csak a bankok, vagy nem elsősorban a bankok, hanem pontosan azok a szervezetek, ha úgy tetszik, a saját szervezetek, a kamarák, a kamara intézi ezeket a hitel kérdéseket, tehát nem egy hűvös banképületbe kell bemenni, ahol megfelelő körülmények között tud tárgyalni, hanem ha úgy tetszik, a személyes ismerőshöz. A Széchenyi kártya immáron 10 esztendős eszköz a piacon, aminek lehetőségeivel akár anyagi forrásokhoz juthatnak a vállalkozók. Hát nem véletlenül vagyunk azért ezen a környéken, mert azért olyan vállalkozásokat vonzó övezetbe vagyunk azért, ahol, hála jó Istennek, még a válságon túl igenis olyan vállalkozók vannak, kitartóak, illetve újak is, akik rendes adófizetők, tehát igazából átvészelték, meg tudták oldani az elmúlt időszakot. Lehet, hogy néhányan hát verítékeket hullajtva, de azért sikerült megoldani. Tulajdonképpen a VOSZ KMRS és vezetősége, elnöksége erre tette föl igazából a tevékenységét és a vállalkozókkal való kapcsolati rendszerét, hogy folyamatosan tájékoztassa minden egyes vállalkozót. A Széchenyi Kártya program keretén belül miről tájékoztatja ön a résztvevőket? Széchenyi Kártya program keretén belül arról fogom tájékoztatni a résztvevőket, hogy miért érdemes a kis és középvállalkozóknak fölvenni a Széchenyi hitelkeretet, illetve hogy ez egy olyan lehetőség a tagjaink számára, illetve a regisztrátjaink számára, amely egyedülálló, mert nagyon kedvező kamatok mellett nagyon könnyen tudnak hitelhez jutni. Pest megyébe körülbelül 80 ezer regisztrált vállalkozó van, és ezeknek a 70-80%-a a KKV szektorba tartozik. Tehát nagyon nagy a kamarai érdekeltség azoknak a személyeknek a száma, akiket ez a lehetőség érdekelhet. Erről fogunk beszélni. Milyen problémákkal, illetve felvetésekkel keresik meg önöket? Hát minket ugye általában azzal keresnek meg, hogy milyen a hozzájutási lehetőség. 5 irodát működtetünk, 3-at Budapesten, 2-t vidéken, ahol Széchenyi kártyaprogramhoz hozzá lehet jutni. Az egyik Érden van, a másik Vácon, a megye területén. Az irodai ügyfélszolgálatokra telefonon, illetve e-mailben tudnak jelentkezni az ügyfelek.
Ha kérik, akkor tájékoztatót kapnak az irodákból, illetve személyesen is be tudnak menni, megkapják a nyomtatványokat, kitöltik, és utána megtörténik az elbírálás. Krisán László, a Kavosz ZRT vezérigazgatója, a 6 hiteltermékről tájékoztatta a résztvevőket, továbbá elmondta, hogy a hazai pénzintézetek 90%-a a Széchenyi Kártya program része, így a banki lefedettség helytálló Magyarországon. Vezérigazgató úrnak az előadásában miről tájékoztatja a jelenlevőket? Alapvetően 12 év, majd lassan 12 év múlt után a Széchenyi Kártya program mindig azt a célt tűzte maga elé, hogy a piacon a legjobb legyen. Legszélesebb körül, legjobban elérhető, legolcsóbb program legyen mindig. Mostanra a jegybanki alapkamatnak a folyamatos lefele módosulásával, illetve annak az állami kamattámogatásnak hála, ami a programban benne van, elértük azt, hogy becsúsztunk 2% nettó kamat alá a bizonyos termékeink esetében. A Széchenyi Kártya program 6 különböző termékfajta érhető el. Van folyószámlahitelünk, van forgóeszközhitelünk 3 éves, van 10 évre szóló beruházási hitelünk, van agrár Széchenyi Kártyánk, és van 2 uniós támogatásokhoz kapcsolódó hitelünk, az önerőhitel, ami a nagy problémát próbál megoldani, hiszen a vállalkozók folyamatosan jelezték azt, hogy önerőhiányuk van. És van egy másik probléma az uniós pénzeknél, az ember behoz az önerőt otthonról, ami be kell hozni azt a pénzt, amit megnyert, hiszen az unió csak utólag fizeti ezeket a pénzeket vissza, tehát egy megelőlegező hitel is rendelkezésre. Ezen utóbbi 3 hitel tekintetében, tehát a beruházási hitel, az önerőhitel és a megelőlegező hitel esetében 2% környékére értünk el a nettó kamat tekintetében, sőt a megelőlegező hitel esetében 1,5% most a nettó kamatnak a nagysága. Ez azt gondoljuk, hogy mindenféleképpen egy olyan gondolatot tud elindítani a vállalkozások fejében, ami már a múlt év közepén, amikor a jegybanki növekedési hitelprogram beindult, és nagyon sok olyan, talán pszichés elemnek mondhatom azt, dolgot indított el a vállalkozások fejében, hogy 7 év válság után elkezdtek a vállalkozások gondolkodni egy jövőképben, egy beruházási jövőképben. A gépek elavultak, a technika leamortizálódott, beruházások folyamatosan romlanak, ilyen szempontból érdemes nekik is azon gondolkodni, hogy a válság utáni időszakban hogyan megy vissza a piacra, milyen gépekkel, milyen eszközökkel, milyen berendezésekkel. Erre ez az állami kamattámogatással megtámogatott program, a Széchenyi Kártya program, ma kamatai és a költségérében mindenféleképpen egy reális alternatíva mindenki számára. És én azt gondolom, hogy talán mondhatjuk azt mindenfajta öndicséret nélkül, hogy az elmúlt 11-12 évünk az megigazolta azt a számok tükrében is, hiszen rövidesen elérjük a 200 000 vállalkozást, aki igényelte a Széchenyi Kártyát, és 1293 milliárd forint az, ami kikerült a gazdaságba a programon keresztül. Én szerintem ez mindenféleképpen jelzi azt, hogy a vállalkozások a Kamara és a VOSZ majdnem 300 irodájában országosan hozzájuthatnak egy ilyen termékhez. A vállalkozások folyamatosan szájról szájra adják a programnak, a terméknek a létét és a működőképességét, és mi ennek szeretnénk megfelelni ezeknek az igényeknek. A jelenlévőknek lehetőségük volt egy a vállalkozással és a Széchenyi Kártyával kapcsolatos kérdőívet kitölteni.